Egy közösségi oldalon ismerkedett 20 éves lányokkal az a 35 éves férfi, aki ellen most emelt vádat a Baranyai ügyészség. Azokkal a fiatal nőkkel ismerkedett meg elsősorban, akik bikinis képeket vagy erotikus töltetű fotókat tettek ki magukról. Rájuk írva fotósnak adta ki magát és felajánlotta, hogy készít róluk képeket. Ennek során próbált közeledni, több alkalommal szexuális ajánlatot is tett nekik. A sértettel 2020. októberében vette fel a kapcsolatot. Felajánlotta neki, ha egy barátnőjével együtt a lakására mennek, ahol intim felvételeket készíthet róluk, úgy cserébe 150 ezer forintot ad nekik. A lányok ebbe beleegyeztek, majd ezt követően néhány nappal a megbeszélés követően fölmentek a férfihoz, ott szexuális kapcsolatot létesítettek vele, illetőleg erről videó, valamint fotó felvétel is készült. A férfi azonban ekkor a lányokat nem fizette ki, ugyanis azt állította, hogy nincs nála készpénz, ezt majd néhány napon belül át fogja adni részükre. A sértett nő több alkalommal kérte a férfitől az ígért összeget, aki azt mondta először, hogy nem volt elégedett a nyújtott szolgáltatással, ezért nem fizet. Csak akkor ad pénzt, amennyiben ismét szexuális kapcsolatba lép vele a későbbi feljelentő. A nő nem akarta ezt, ezért a férfi megfenyegette, hogy a nála lévő videófelvételeket nyilvánosságra hozza, és elküldi a sértett barátainak. Ekkor fordult a rendőrséghez a 19 éves lány. A megbeszélt találkára pedig már az egyenruhások mentek. Szexuális kényszerítés büntet kísérletét követte el a férfi. 1-től 5 évig terjedő börtönt kaphat. De nem ez volt az első esete a hatósággal. A férfival szemben korábban már volt büntetőeljárás, őt gyermekpornográfia miatt lett elítélve, felfüggesztett, szabadságvesztést kapott, ennek a próba ideje már letelt. Az ügyészségi indítvány a férfi vonatkozásában szabadságvesztés, különösen az előéletére tekintettel. Vagyis letöltendő büntetésre számíthat. Egyébként mintegy 50 fiatal nővel próbálkozott a szexuális ragadozó. Előző ügyéből tanulva 18 év felettieket keresett meg. Nyilatkozatot iratott alá velük, hogy önként vállalták a fotózást. A szexuális aktust pedig nem erőszakkal kényszerítette ki, hanem pénzt ígért, ha kellett. Ezekért nem, csak a kényszerítésért kell felelnie a bíróságon.